Maga a lelőhely kiterjedése egy több hektáros területet foglal el, viszont jelenleg egy pár ezer négyzetméteres területet ásunk, ami attól a távolabb látható tanúfaltól tart nyugatra, Szolnok irányába, és itt végződik szintén a tanúfalnál. Tisza püspöki határában mutatja azt a területet a Damjanich Múzeum ásatás vezető régésze, ahol jelenleg az épülő gabonafeldolgozó üzemhez kapcsolódó megelőző régészeti feltárás folyik. A szakemberek az innen néhány tíz méterre talált és nyáron feltárt gepida sírok szomszédságában egy szarmata településre bukkantak. Ez egy Krisztus után második-harmadik századi szarmata település. Ez a lakott területnek a szélét jelenti, illetve nem tekinthető igazán különleges felfedezésnek, hiszen számos hasonló jellegű lelőhelyet ismerünk, de hozzá kell tennem, hogy a tudomány éhségét nem elégítheti ki egy adat, tehát ez ismét tovább fogja árnyalni a tudásunkat erről a népről. A régészek már megtalálták a település határában húzódó, illetve az azt védő árok, illetve sáncrendszer nyomait, de előkerült csontváz is. Ott jártunkkor már azt is tudták, hogy egy állat maradványaira bukkantak. Jelenleg a régészeti bontómunkát végző kollega egy kutyának a csontvázát bontja ki. Ez egy gyakori szokás a szarmatáknál ebben az időszakban, hogy a kutyákat gödrökben helyezik el, és nem egy különleges szokásnak mondható, erre a korszakra jellemző. Előkerültek továbbá teljes épségben egészben maradt edények, ezeket már a Damjanich Múzeum restaurátor műhelyébe szállították, ugyanakkor jó néhány használati tárgy, eszköz, ékszer is már a régészek birtokában van. Egyik lelet sem számít különlegesnek abban az értelemben, hogy a szarmatáknál ne fordult volna elő, mondják a szakemberek, azonban értelmezésük, történetük minden szempontból egyedi. Egy méretes gödör komplexumokból számos bronztárgy került felfedezésre. Ez azért különleges, mert ezek leginkább szemetes gödröknek tekinthetők, a bronz mint fény pedig értéknek számított, azaz ritkán dobták el, ez igaz a szarmatákra és a későbbi korokra ugyanúgy. Ebből a gödörből azonban előkerültek ékszerek, ez egy egyszerű pántékszer. Rengeteg van a szarmatáknál, előfordul ugyanakkor, legtöbbször sírokból találunk ilyen tárgyakat, és nem szemetes gödörből. Ez mindenképpen, még hogyha óvatosan is, de utal ennek az egykori településnek a gazdagságára, hiszen ha egy ilyen fém tárgyat eldobtak, az mindenképp arra utal, hogy nem volt rá szükség, nem kellett beolvasztani és újra felhasználni. A tiszapüspöki határában megtalált leletekből a közeljövőben egy kiállítás is nyílik a település helytörténeti gyűjteményében.